A falu eleinte rá se hederített a hírre. Biatorbágy, alig húsz kilométerre a fővárostól, élte a maga mindennapi életét, és ügyet sem vetett az idegenekre, akik fölkúztak a viaduktra, fényképeket készítettek, később sineket kezdtek építeni ott, ahol egyszer már fölszedték a vágányokat, a talpfák helyét benőtte a fű. Az első izgalom akkor keletkezett, amikor a mozdony megérkezett, országúton. Hatalmas tréler hozta, sok száz lóerős vontató húzta, és a régi vasútállomáson, az új vasútvonalat tápláló elektromos állomáson túl a hevenyészet sínekre emelték. A mozdonyt három vasúti kocsi követte. Öreg jó szágok voltak, a harmincas években gurultak Európa vasútvonalain. Akkoriban, amikor Matuska Szilveszter bomlott agyában, megfogant a Biatorbágyi merénylet ötlete. Ötven éve. A filmesek most arra készültek, hogy megismételjék a vasútrobbantás drámai történetét. Az előkészületek elég sokáig tartottak. Hetekig tartott, még minden a helyére került, hogy a két-három perces mozikép tökéletesen adja vissza azokat a szörnyű perceket. Az utolsó héten aztán fölbojdult a falu, a közömbös falu. Statisztákat toboroztak a felvételekhez, az iharos nyaraló soron házakat béreltek, egyre több lett az ember és a mafin feliratú autó, lehorgonyzott egy lakókocsi, amelyben a büfé működött, és egy másik, amely a guruló illemhely szerepét töltötte be. A filmesek mindenre gondoltak. Megmozdult a falu emlékezete. Öt idős ember állította, hogy elsőnek érkezett az esemény színhelyére, köztük az akkori, helybéli önkéntes tűzoltó alakulat tagja, és két biatorbágyi lakosról kiderült, hogy a vonaton utazott, amely a mélybe zuhant, de életben maradtak, mert kocsiuk fennakadt a töltésen. Az utolsó héten lezárták az utat, amely a viadukt alatt vezetett át, elterelték a forgalmat, jelzőtáblákat állítottak, és utat javítottak, a falu élete kezdett a film körül forogni. A filmeseket majdnem misztikus tisztelet övezte, és a titokzatosság légköre fokozódott, amint közeledett a felvétel éjszakája. Bámész gyerek hadson fordált a rendező és az amerikai színész mögött, ha néha feltűntek a civilek számára is elérhető terepen. Próbák zajlottak, részfelvételek készültek, s a falu babonás tartózkodással szemlélte messziről a koporsókat, amelyekben a baleset áldozatait elszállították. Együtt volt a stáb, bár a külső szemlélő nem látott mást, mint hatalmas zűrzavart, de hát ez a látszólagos zűrzavar a tömegfelvételek kísérő jelensége, amelyet egy titokzatos erő mozgat rendeltetésszerűen. A rendező és munkatársai esténként már nézők gyülekeztek a kivilágított viadukt körül. Mindkét hittestre fényszórókat szereltek, és a környék fényárban úszott. Egy hang utasításokat harsogott, amelyet fölerősítettek, mindenütt hallani lehetett a hangot, az egyetlent. Most már egy ember parancsolt, de a hanggazdáját nem lehetett látni. A terepet szinte légmentesen lezárták, a kamerák látótávolságán túl rendőrautók álltak és cirkáltak. A viadukton az utolsó simításokat végezték. A kívülállóknak kevés értesülés állott a rendelkezésére. De tudni vélték, hogy a mozdony és a három vasúti kocsi alatt fel fog robbanni a híd, a szerelvény és a hídtest lezuhan az útra, eltorlaszolva a közlekedés elől a rémhírek szépen teremtek, de a filmesek nem törődtek a mesékkel. Az utolsó este ezrek gyülekeztek a színhely körül, mint egy természetes arénában, nem mindennapi élményre felkészülve. Kiszivárgott, hogy a film történetében első ízben ismételnek meg egy katasztrófát az eredeti színhelyen. Lehet, hogy ez nem volt igaz, de Biatorbány határozottan büszke lett. S eljött a csendes nyári alkonyat, amely tele volt feszültséggel. Csak a stáb volt nyugodt. A helyszín körül a kordon tökéletesen zárt. Talán egy madár se repülhetett át a záróvonalon, amelyen belül már csak egy ember tartózkodott, és a viadukt vonalában egy két lovas csíza, bakján egy kaszkadőr, akinek az volt a feladata, hogy a robbanás pillanatában áthajtson az zuhanó vonat alatt sötétedett, és a fényszórók egyre jobban, egyre élesebben kiemelték a sötét háttérből a viadukt szép íveit. Már évek óta nem járt rajta vonat, és a felvétel után nyilvánvalóan soha többé nem pöfög erre mozdony. A nappali fényben úszó viadukt látványa elvonta a figyelmet, és a nézők akkor kaptak észbe, amikor egy gyerekhang felsivított. Jön a vonat! És jött a vonat. Nem Budapest felől, hanem a mozdony orrával Kelenföld felé. Lassan kihúzott, és megállt a viadukt előtt. A mozdonyt erősen fűthették, mert kéményéből vastagon ömlött a füst, időnként szikranyalábok röpültek az égre. A mozdony mögött a halára ítélt kocsik, mintha érezték volna, hogy ez lesz az utolsó útjuk, mielőtt egy kohóban befejezik földi pályafutásukat. A kocsikban égtek a lámpák, az egész úgy festett, mint amikor egy vidéki vasútállomás előtt várakozik a vonat, mert a szemafortilosat mutatott. A sivító gyerek hangra a közönség felhördült, aztán nagyon hamar elcsendesedett. A nagy pillanat elérkezett. A híd alól az az egyetlen ember is eltűnt, csak a záróvonalnál idegeskedett a csézába fogott két ló, mint ha szeretett volna már túl lenni az egészen újabb fényszórókat kapcsoltak be, és a vaksötét éjszakai tájból szinte tapintható módon kiemelkedett a dráma szintere. Dermet csönd uralkodott. Az ember olyasmit érzett, ami az életben megismételhetetlen. Még néhány másodperc, és a történelem visszaforog ötven évet. A mozdony hatalmasat szusszant mint egy ember, aki halálugrásra készül és kifújja a tüdejéből a levegőt. A rövid szerelvény hatalmas szikrafelhőve burkolózva megmozdult, és meghökkentő gyorsulással gördült a hídra. Félelmetes percek voltak. Gondolom csak a szakértők tudták, hol van az a hely, ahol a viadukt vaskorlátját előre fellazították, és a rombadót töltetek elhelyezkedtek. Így bizonytalan feszültségben vártunk. Láttam már egyet-mást hosszú újságírói pályafutásom alatt. De most éreztem, hogy a verejték lecsorog a gerincemen. A szerelvény a híd közepén járt. A mozdony már túl is jutott a felező vonalon, amikor tompadördülés hallatszott. A mozdony kisé megemelkedett, fél billent, és áttörve a híd vas korlátját a mélységbe zuhant, mint egy fejest ugrott, és orrával a töltés talajába fúródott. Ekkor következett a második robbanás, amelyre, mint egy jeladásra, az összekoccant kocsik is alábuktak a híd korlátján, és egymás után lezuhantak. Az egész nem tartott másfél percig. A két lovas cséza már régen átvágtatott a híd alatt. A táj termetten üresnek hatott. Mint akkor, azon az éjszakán. A tömeg lassan oszladozni kezdett, meglehetős csendben, mintha egy valóságos katasztrófát látott volna. A híd alatt sokáig nem mozdult semmi. Az óvatossági rendszabályokat még fenntartották, megcsúszhatott volna az egymásra koccant kocsik, a fellazult hídból is kivelhatott volna egy-két kőkocka, de ennél a történelmi ismétlésnél nem volt szabad vérnek folynia. A felvételek másnap folytatottak, a statiszták nyüzsögtek a biztosított terepen, a falut azonban már kevéssé érdekelte. A nagy látványosság lezajlott, a színészek elutaztak, már csak az eltakarítás volt hátra. Emelődarúk és locsolóautók autók mozogtak a lassan fölszabaduló úton. Az útjelző táblákat leszették, a forgalom visszatért a régi kerékvágásba. Utoljára elvontatták a büfékocsit, és a megismételt merényletre csak egy kiégett volt emlékeztetett a híd lábánál. Már senki sem beszélt a vonatrobbantásról. Két hónappal később a viadukt alatt egy sekévizű patakban, arcra borulva, holtan találtak egy helyi embert. A nyomozás megállapította, hogy minden valószínűség szerint gyilkosság áldozata lett. Nagyon öreg asszonyok suttogni kezdtek a faluban. Matuska visszajött, és bosszút állt.